Sziasztok! Idén októberben kilátogattunk egy hétre Madeirára, hogy felfedezzük a sziget számtalan látnivalóját. Annyi extra videót készítettünk, hogy nem fér bele minden egy másik videóba, ezért gondoltam, összeerzök egy újabb tartalmat. Ebben megmutatom nektek a sziget top 10 legszebb helyét, amit mi 7 nap alatt bejártunk. Ha tetszenek az ilyen videók, iratkozz fel, vagy nyomj egy lájkot, hatalmas segítség a kis csatornámnak, és akkor vágjunk is bele! Az első helyszín, amit érdemes megnézni, és a reptértől sincs messze, a Maradouro do Cristo Rei. Ez egy tárt karokkal álló szobor, amely a keresztény világ kedvenc celebét, Jézust ábrázolja, hasonlóan Rio de Janeiro híres szobrához. A helyről nem csak fantasztikus panorámás kilátást nyílik, de van egy út is, ami levezet a tengerpartra, amit szintén érdemes felfedezni. Emellett találunk itt egy meredek lépcsőt, amely a hegy széléhez vezet, és onnan még közelebbről gyönyörködhetünk a kilátásban. Ha tovább haladunk észak-kelet felé, elérkezünk a híres Szent Lőrinc félszigethez. Érdemes jól felkészülni extra vízzel és naptejjel, mert a meredek és sziklás út ellenére nekem például már az első napon sikerült alaposan lebarnulnom. Az oda-vissza út kb. 7 km volt számunkra, de a nehézségek ellenére teljesen megérte, mert a félsziget legvégén lélegzetálló kilátások várnak. Akár fél napot is el lehet itt tölteni, de számítani kell az intenzív napsütésre és az erős szélfújásra. A harmadik hely, amit semmiképpen sem szabad kihagyni, a főváros Funchal közelében található Monte Palace. Ez egy többszintes, 70.000 négyzetméteres kert, amely hatalmas, egzotikus növénygyűjteménynek ad otthont, a világ minden tájáról érkezett különlegességekkel. A kert tele van lenyűgöző növényekkel, állatokkal és műalkotásokkal, amelyek a világ legikonikusabb tájait idézik meg. Mi az utolsó napunkon látogattunk ide, és sajnos egy esernyő nagyon jól jött volna, a palota és a kert nagy része ugyanis a hegyek előtt található, ahol az időjárás pillanatok alatt változik. De ez ne szegje kedvét senkinek, mert a kert szélén megkóstolhatjátok Madeira egyik legfinomabb alkoholos italát, a poncsát, ami garantáltan jó kedvre derít. A negyedik helyszín, amit ajánlani tudok, Madeira északi partján található. Bár a nevét nem könnyű kiejtenem, a térképen Faial nevű falu mellett található ez a csodálatos laguna, amit mi teljesen véletlenül fedeztünk fel, miközben erre vezetett az utunk. Természetesen hiba lett volna kihagyni, hiszen itt található két 26 méter magas üveges kilátó, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a hatalmas óceánra, amely az északi partot veri, és csodálatos napfelkeltét láthatsz. Tiszta időben pedig Porto Santo szigete is látszik. Az ötödik látnivaló elvisz minket Madeira legmagasabb csúcsára, amit ti is könnyen bejárhattok. Ez nem más, mint a híres Pico Ruivo, amely 1861 méter magasan fekszik. A nagy kalandorok itt lehetőséget kapnak arra, hogy egy nap alatt több hegycsúcsot is megjárjanak, mivel a hegyek jól kiépített ösvényekkel vannak összekötve. Mi ezen a napon csak a csúcsra akartunk felmenni, ami a parkolónktól kezdve körülbelül 3,5 km hosszú volt. Itt is, mint mindenhol, érdemes előre felkészülni, mivel az időjárás gyorsan változhat. Mi szerencsések voltunk, de hallottuk, hogy akik másnap jöttek, már esőre számíthattak. Ha pedig már elég volt a hegyi levegőből, miért nem menjünk Madeira szívébe, és fedezzük fel a hatalmas erdőket, amelyek a sziget nagy részét borítják. Mivel rengeteg túra lehetőség közül lehet választani, mi a PR625 Fontes és a Levada do Risco túrát választottuk, főleg azért, mert meg akartuk nézni a vízesést, ami az út végén található. De ha engem kérdeztek, szívesen ajánlom a Laurisilvát és a Levada do Caldeiro Verdét is, amiket szintén érdemes felfedezni. Mivel Madeirában rengeteg kiépített túraútvonal található, sok helyen érdemes elindulni, persze úgy, hogy naplement előtt visszajárjunk. Ezeknek a túráknak a nevét majd a leírásban megtalálhatjátok és kikereshetitek. És azok közületek, akik szeretik a titokzatosságot és a misztikumot, biztosan értékelni fogjátok a következő javaslatomat, a Fanal erdőt, amely Madeira északnyugati hegyei közt található. Ha sok jó emléket és Insta-sztorit szeretnétek készíteni, itt mindenképpen érdemes fotózni vagy videózni, akár a varázslatos fákkal, akár a legelésző tehenekkel. A következő a listán
A Ribeira de Janela egy epikus tengerparti hely, ahol néhány igazán figyelemre méltó sziklaképződmény található, mindössze pár méterre a parttól, Porto Moniz-tól pár kilométerre. A látogatók a strandról csodálhatják meg a napfelkeltét az óceán felett, miközben több ezer fecskét figyelhetnek meg, amit a különleges alakú sziklák között keringenek. Ez az egyik legegyedibb hely Madeirán. Az utolsó előtti helyszín, amit mindenképp meg szeretnék osztani veletek, egy Seixal nevű kis városban található. Ez a hely főként kikapcsolódásról és a pancsolásról szól, hiszen több természetes sziklába vált medence várja az ide látogatókat. Itt szabadon úszhatunk, néha pedig még a helyi kisrákok társaságát is élvezhetjük. Ha már ideig eljutottunk, érdemes tenni egy kört és ellátogatni Madeira déli részére, ahol megtalálhatjuk a jól eldugott, de nagyon ajánlott Cascada dos Anjos vízesést. Ez a különleges vízesés egy hegycsúcsról zúdul alá egy mellékútra. Mikor a reggel érkeztünk ide, és érdekes módon senki más nem találtunk, így nyugodtan tudtunk többször is átsétálni a vízesés alatt. Megcsináltuk! Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, iratkozz fel, vagy nyomj egy lájkot. A lista végére hoztam egy bónusz helyszínt, amit szerintem mindenki útba ejt majd, ez pedig nem más, mint Funchal, Madeira fővárosa. A városban akár egy egész hétig is el lehet tölteni, ami valójában egy külön videót is megérne. Ha szerinted van más helyszín, amit érdemes lenne felfedezni, oszd meg velem a kommentek közt. Addig is, sziasztok! Milyen királyszállást foglaltál. Nagyon jó. És majd elmegyünk oda, arra fele, ahol majd jobban, közelebbről meg tudjuk nézni a hegyeket. Nagyon szép. Nem tudom, hogy a kamerában látszik-e, de ott voltunk annál a messzi táppontnál tegnap. Ma pedig itt, a hotelünkben. És oda is el fogunk.